A mai témánk a várakozás lesz, és ezen gondolkodtam, hogy az emberek annyi minden felől vagy iránt tudnak várakozni. Csak egy-két történet vagy egy-két személy eszembe jutott az igéből, amikor az emberek várakozásban voltak, de olyasmi várakozásban, amelyhez társultak tettek, cselekedetek. És az első ilyen személy, aki valahogy eszembe jutott, az Jákob. Jákobnak a története. Kimentettem az igét, felolvasom 1 Mózes 29.20. Jákob tehát 7 esztendeig szolgált Ráhelért, és az csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Most gondolj bele, milyen várakozása lehetett Jákobnak. 7 esztendeig szolgált, tehát szolgált, ez egy aktív, cselekvő üzemmód. Nem olyan, hogy leülök, és akkor húzom az X-eket, vagy számolom az eltett napokat, hanem itt konkrétan szolgálatról van szó. Különböző dolgokat meg kellett tennie. És ezt 7 évig cselekedte minden nap, abban a várakozásban, abban a tudatban, abban a reményben, hogy ennek a 7 éves szolgálati aktív cselekvő időszaknak meg lesz a jutalma. És nem is akármilyen jutalma lesz, hanem ott lesz majd Ráhel mellette. Ez egy jó várakozás, nem? És azt olvassuk, hogy annyira szerette őt, hogy ez a 7 év csak néhány napnak tűn neki. És utána a történetet is ismerjük, ezt az időszakot meg kellett ismételnie. Na most beszélünk ugye Jákobról. Ebben a történetben a másik szereplő, aki ugyanolyan fontos, mint Jákob, Ráhel. Na most ő erre az időszakra vajon hogyan tekinthetett? Nem? Benne is biztos volt egyfajta várakozás, hogy oké, eltelik a 7 év, közeledik az idő, de utána máshogy megint alakul. Na mindegy, de a várakozás. Vagy amikor ugye Márta és Mária üzent Jézusnak, hogy gond van, mert Lázár beteges, halálán van, vagy éppen. És Jézus azt a választ küldte vissza, hogy a lényeg az, hogy ott eltelt valahogy 2 nap, mire Jézus elindult. Na most gondolj bele, abban a helyzetben, vagy abban a pillanatban ez a fajta várakozás a hölgyek életében, nem? Hogy segítségül hívják Jézust, és ő egyszerűen valamilyen oknál fogva pár nappal később jelenik meg. És ugye amikor fogadják Jézust, akkor mondják, hogy vaj, ha itt lettél volna, vagy nem is tudom, érted ebben a helyzetben. Tehát Jákob életében ez a várakozási időszak úgy telt el, hogy mint a pár napnak tűnt volna. Mert a várakozásom mögött volt egy szeretet, egyfajta öröm Ráhel iránt. Na most Márta és Mária életében az a pár napos várakozás, hát szerintem nem 2 napnak tűnt, hanem nem tudom milyen időnek, nem? Vagy amikor a vérfolyásos asszony, amikor ott van az a pillanat, hogy ott van Jézus is, megérintettem. És az egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy 12 éve fennállt ez a betegsége. 12 évig nap, mint nap ilyen dologgal együtt élni, hát nem lehetett könnyű, így úgymond szerényen fogalmazva, nem? És amikor ugye megjelent Jézus is, és szolgált, járt, kelt, csodákat tett, és jött az a pillanat, hogy megérinthetem, vagy közel kerülhetek hozzá, és annak a 12 éves időszaknak úgymond vége lett. Vagy hogyha csak így az igét nézzük, milyen történet vagy időszak jut az eszedbe, amelyben van várakozás. És az az időszak tűnhet könnyednek, vagy valamilyen oknál fogva gyorsnak, vagy az az időszak tűnhet hát nagyon keménynek és nagyon hosszúnak, akár egy örökkévalóságnak is. De egy biztos,
hogy az idők azok az Úrnál vannak, és én hiszem azt, hogy amikor az Úr megjelenik a maga rendelt idejében, akkor valami történni fog, de nem mindegy, hogy ahhoz mi hogyan közeledünk, és hogy az hogyan dolgozzuk fel, történjen bármi is, vagy alakuljon az a helyzet bárhogyan is. A várakozás kapcsán a mai napon Simeonról és Annáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Lukács 2.21-től a 40. versig tart ez a szakasz, és itt két személyről van szó. Egy idősebb, gondolom én, úriemberről, meg egy idősebb asszonyról. Simeon és Anna, 21. vers, Lukács 2.21. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még az anya méhében megfogant. És amikor leteltek a tisztulásnak napjai, Mózes törvénye szerint felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Itt meg szeretnék állni, és az első ilyen alcím, hogy bemutassák az Úrnak. Miről szólt ez a pillanat? Én is láttam képet, amikor felemeltek a gyülekezet előtt, vagy utána láttam az öcsémet, hogy felemelték a gyülekezet előtt, jöttek a pásztorok, az előjárók, és akkor a gyermeket egyszerűen megáldják. Ez egy fantasztikus pillanat, nem? Vagy láttam a húgomat, vagy láttam az unokatesómat Romániában, hogy egyszerűen ugye van egy felfokozott állapot, és általában most nem akarok erről beszélni, de a lényeg az, hogy az unokatesóm rettentően sírt, amikor az ő bemutatásának napja eljött. És amikor oda került az illető kezébe, aki áldást mondott rá, egyszerűen, amikor elkezdte az áldást, megnyugodott. Emlékszel rá? Tehát, hogy eljött az a pillanat, hogy bemutassák az Úrnak. És itt, hogy Jézust oda szenteljék Isten szolgálatára. És itt a szülők bemutatták a gyermekét Istennek, és ugye ennek a célja az, hogy elkötelező, hát hogy a szülők is elköteleződnek arra, hogy úgy neveljék a gyermeket, hogy az Isten dicsőségére és tiszteletére legyen. És hogyha a szülőkre gondolunk, itt most Máriára és Józsefre, van bennük egyfajta várakozás. Ugye? Hogyha te is átélted ezt a pillanatot, hogy elhoztad a gyermekedet, és bemutatod az Úrnak is, és áldást kérsz, és a gyermek kap áldást, a szülőben is van egyfajta várakozás. Hogy az ő várakozás az, hogy ez a gyermek Isten félő és Istent dicsőítő életet éljen. Egyet tudtok ezzel érteni? Szülők velem együtt. Ugye, van bennetek egy ilyen várakozás, hogy de jó lenne megélni azt, hogy hallom a gyermekemet imádkozni, hallom dicsőíteni, látom, hogy a talentumai által szolgál. Ezek fantasztikus várakozások, fantasztikus dolgok. Vagy hogy a gyermekem az Isten életére vonatkozó tervében jár. Ezek fontos dolgok. Tehát eljött ez a pillanat, hogy bemutassák az Úrnak. És a 24. versben azt látjuk, hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében, mondottak szerint, egy pár gerlét vagy két galambfiókát vittek Jézusnak a szülei. Ugye ismerjük a történetet, ez arra enged minket következtetni, hogy nem igazán voltak tehetősek ebben az időszakban Máriáik. Vittek egy pár gerlét, galambfiókát. De a bátorítás ebből az, úgy gondolom, hogy vittek.
vittek. Ugye ez így szólt az új törvénye szerint, és amit tudtak adni, vagy amit tudtak tenni, azt megtették. És ez oly módon vigasztaló lehet a számunkra, hogyha a Jelenések könyvében a hét gyülekezetből kettőt megnézünk, ott ugyanez a szó szerepel, hogy ugye szegények voltak, magyarul nem volt semmiük. Igazából nem rendelkeztek semmivel. De úgy folytatja Jézus, hogy mégis lélekben, szellemben gazdagok voltak. A másik gyülekezetnek azt mondja Jézus, hogy figyelj, meggazdagodtatok, megvan mindenetek, de igazából nyomorult vagy, és silány a te életed. Tehát vittek egy pár gerlét, vagy két galambfiókát az Úr törvényében mondottak szerint. Ez annyira fantasztikus, hogy ugye erre mondhatni szükség volt, és meg is cselekedték, el is vitték. És a bátorítás az, hogy lehetnek különböző időszakok az életünkben, de egy biztos, hogy lélekben és szellemben lehetek gazdag. És az Úr látja azt, hogy éppen mi a helyzet, és ő tudja azt, hogy mi van itt az én bensőmben. Hogy éppen gazdag vagyok-e? Gazdag vagyok-e az ő kijelentéseivel? Gazdag vagyok-e az ő igéjével? Gazdag vagyok-e a kapcsolataimban? Gazdag vagyok-e a szolgálatkészségemben? Gazdag vagyok-e a gondolataimban, a nyitottságaimban? És úgy gondolom, hogy ezekre, amikor várakozás van, szükség van. Amit kell, el kell vinni, amit kell, el kell készíteni, amit kell, meg kell tenni, de fontos látnunk azt, hogy ha még csak két gerle, vagy ha még csak két galambfióka is, akkor azt nem szabad elásni. Nem szabad szégyelni. Ezt meg kell tenni, és oda kell tenni. Lehet, hogy nyilvánvaló lesz, mert persze, hogy nyilvánvaló. A gyermek is nyilvánvaló, ugye? Meg mellette az elkészített is nyilvánvaló. És ez ilyenkor, ugye, ezt az emberek látják. De nekem nem ezzel kell foglalkoznom, hanem azzal kell foglalkoznom, hogy márpedig az Úr mondhatja azt, hogy igen, de te gazdag vagy. Mégpedig, vagy annak ellenére is gazdag vagy. Mégpedig ennek ellenére is, vagy annak ellenére is te meggazdagodtál. Szellemben, hitben, reményben, a te várakozásodban, a te kijelentésedben. És itt jön az első szereplőnk, Simeon. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Igaz és kegyes ember volt. Ez héberül, vagy görögül, hogyha lefordítanánk mai szóra, akkor azt jelenti, hogy egyenes, becsületes, megbízható, szavahihető, dolgos, igaz és kegyes. Mind Isten parancsolatai iránt, mind pedig a hétköznapjai, a dolgai, a teendői iránt. Ugye itt most Simeonról van szó, és gondolkodtam ezen, hogy Timó, igaz és kegyes? Hát a cél az az, nem? Hogy igaz és kegyes legyen. Az, hogy igaz és kegyes, hogyha az Ószövetséget fellapoznánk, az nem azt jelenti, hogy ő minden pillanatban, mindenkor hibátlan és tökéletes. Az nem azt jelenti. Hanem, hogyha hibázik, akkor ő azon van, hogy azt az áldozatot, ugye az Ószövetségről beszélek most, elkészítse, bemutassa és bűnbocsánatot nyerjen. Hogy az ő hite, az ő lelke szabadulást, könyörületet nyerjen, hogy megbocsátást nyerjen az atyától. Az igaz és kegyes ezt jelenti, hogyha még hibázik is, akkor azon van, hogy bűnbocsánatot nyerjen.
Tudunk erre egy ámen mondani? Nem fantasztikus? Hogyha odalapozunk Jób fejezetének az első versének, az első verszakához, akkor ott is ezt látjuk, ennek a igaz és kegyes jellemzésnek a mondhatni megfogalmazását. Élt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat. Tehát ez annyira fantasztikus, hogy amikor arról beszélünk, hogy fethetetlen, igaz, istenfélő, akkor ehhez társul az, hogy kerülte a rosszat. Tudunk erre egy ámen mondani? Kerülte a rosszat. Vagy ide vonatkozóan, hogyha a Zsoltárok 32. fejezetéhez lapozunk, akkor itt is arról olvasunk, Zsoltárok 32.2. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Ugye várakozásról beszélünk, és a végén, vagy hamarosan is fogjuk látni azt, hogy mire vár Simeon, hogy milyen kijelentést hordoz ő a szívében. És ehhez társul az, hogy én, vagy Simeon az ő várakozásban milyen állapotban van. Azt olvassuk Simeonról, hogy igaz és kegyes. Ugye Jobbról olvastuk azt, hogy kerülte a rosszat. Itt a Zsoltárban azt olvassuk, hogy boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Vagy, hogyha visszalapozunk a Lukács evangéliumához, akkor az első fejezetnek a 75. versében, ebben az énekben azt fogjuk látni Zakariásnak az énekében, 75. vers, hogy szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Tehát ez a fajta út az igazságnak és a kegyes voltnak az útja, az erről szól, hogy kerülni a rosszat, és szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Ez egy fantasztikus út. És úgy gondolom, hogy egy nehéz és próbákkal teli út is. Mert a rosszat kerülni kell. Ha valami nem úgy alakul, akkor oda kell járulni, és bűnbocsánatot kell kérni. Nincs más út ebben a várakozásban, ebben az időszakban, amikor készülünk. Nincs más lehetőség. A rosszat kerülni, és így élni a mindennapjainkat. És hogy mit kíván az Úr tőlünk, mi az Úrnak a vágya ebben az időszakban. Mikeás 6.8. Megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel. Mit kíván az Úr? Mire vágyik az Úr a te Istened kezdetektől fogva? Hát arra vágyik, hogy közösségben légy ő vele. De ez enélkül az igazság és a kegyességnek az útja nélkül, hogy ezen vagyok, hogy igazságot cselekszek, hogy szeretem az irgalmasságot, hogy alázatosan járok Istenemmel, enélkül nem működik. Vagy még két igeverset szeretnék az Ószövetségből felolvasni. Az 5 Mózes 4.10, Mózes 4. könyve, 10. fejezete, 4. fejezete és 10. verse. 4 Mózes, Mózes 4. könyve, 4. fejezete és 10. verse. Nem, bocsánat, 5 Mózes. 5 Mózes 4. 10.
Ne felejtkezz el arról a napról, amelyen az Úr, a te Istened előtt átáll a Hóreben, amikor azt mondta neked az Úr. Gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallja beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg a földön élnek, és tanítsák meg erre fiaikat is. Tehát ezen az úton gyűjtsd egybe a népet, hogy hallja beszédeimet. Ugye az advent, a várakozás, ugye a család, az együtt töltött idő. Gyűjtsd egybe a szeretteidet, gyűjtsd egybe, tölts időt vele. Hogy hallja beszédeimet. Beszélj az Úr dolgairól. Engedd, hogy az Úr szóljon rajtad keresztül. És a cél az az, hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg a földön élnek. És ezt adják tovább. Ez annyira fantasztikus, nem? És a következő vers ugyanitt, a 29. vers, maradunk ugyanebben a fejezetben, csak a 29. verset megkeressük. De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívből és teljes lelkedből keresed őt. Átlapozunk az 5. fejezethez, és szintén a 29. verset, ha felolvassuk, 5 Mózes 5.29, már is olvasom. Bárcsak ilyen maradna a szívük, hogy félnek engem, és megtartanák minden parancsolatomat, minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik és gyermekeiknek mindörökké. Amen. Amen. Visszatérve a Lukács evangéliumához, Simeonhoz, én vágyok erre személyesen is, hogy ezen a úton az igazságnak és a kegyesének az útján hűnek bizonyuljak. Ezek szerint, amiket most felolvastunk. Olvasom tovább a történetet. Lukács 2:25-nek a második fele. Tehát igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Volt benne egy fantasztikus várakozás. Izrael vigasztalását várta. Ugye a mai napokban is várjuk ezt az időt, ugye? Várjuk ezeket a pillanatokat, amikor ez a vigasztalás megjelenik, megnyilvánul. És annyira fantasztikus, hogy Simeonon a Szentlélek volt rajta. Olvasom tovább, 26. vers. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Tehát Simeon várta Izrael vigasztalását. És volt egy ilyen kijelentése, hogy ő addig már pedig nem hal meg. Hogy el fog jönni az idő. Hát rengeteg év eltelhetett, vagy évtized eltelhetett Simeon életében. Az az idő, az a várakozásnak az időszaka. És gondolj bele, amikor az ember várakozik, és halad ezen a várakozásnak az útján, akkor ugye azért a kegyességének és a igazságának a voltja, én úgy gondolom, hogy meg van próbálva. Ebben biztos vagyok. Meg van próbálva. De látjuk azt is, hogy a Szentlélek volt rajta, kijelentése volt, és az volt az ő kijelentése, hogy nem hal meg, amíg nem látja meg az Úr Krisztusát. Tehát várta Izraelnek a vigasztalását. Nem tudom, hogy te a mai napokban mire vársz. Milyen vigasztalást vársz az életedben, milyen vigasztalást szeretnél átélni, akár a saját életedben, a gyermeked életében, a családtagodnak az életében, a szolgálatodnak az életében, a munkádnak a helyzetében. De egy biztos, hogyha van kijelentésed Istentől, és a Szentlélek van te rajtad, és haladsz a kegyességnek és az igazságosságnak az útján, és azon az úton hűnek bizonyulsz, akkor egyszer el fog jönni az a pillanat, hogy ez a várakozás beteljesedik a maga idejében.
Én hiszem ezt. És az a válaszom saját magam számára, én is különböző várakozásokban vagyok, higgyétek el, több területen is, és egyszerűen az a várakozás, amit a Zsoltárban is írt, olvastunk, amit a Zsoltáros is ír, hogy el fog jönni, és a szívek, a szemek fognak örülni. Tudunk erre egy ámen mondani? De az úton nem szabad feladni. Simon történetét olvassuk tovább. A lélek indítására, vagy a szellem indítására elment a templomba. És amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. És itt szeretném kiemelni azt, hogy a szellem indítására elment a templomba. Hát nincs mese, ha a Szent Szellem rajtam, akkor a Szent Szellem indítására, figyelmeztetésére egyszerűen érzékenynek kell maradni. Nincs más mód arra, hogy a rendelt időben szembesüljek azzal a kijelentéssel, vagy találkozzak azzal a kijelentéssel, ami ott él a szívembe. Egyszerűen nincs más mód a Szent Szellem indítatására, a Szent Szellemre való figyelmezésre, egyszerűen érzékenynek kell maradni. A Szent Szellemet nem szabad megszomorítanunk. Megtudjuk, ugye? Meg tudjuk szomorítani, de nem szabad, mert egy úton vagyunk, egy várakozásban vagyunk. És Simeon a Szent Szellem, a Szellem indítására elment a templomba. És itt annyira tetszik az, hogy mindenki úgy cselekedett, ahogy neki cselekednie kellett. Mária és József úgy cselekedett, az írások szerint. Ugye? Elmentek, bevitték Jézust, eleget tettek a törvény előírásainak. Ahogy kellett, azt tették meg. Simeon is, amit kellett, azt tette meg. Eleget tett. Ment, felkelt, elindult, bement. 29. vers. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Beszédet szerint békességgel. Meglátta szemem üdvösségedet. Elkészítettél a nép szeme láttára. Hát mik játszottak le Simeonnak a szívében, a lelkében, a szellemében, azokban a pillanatokban? Hát ez nem is tudom, maga a csoda, nem? Ezek akárhogy is van, amik természet fölötti dolgokról beszélünk. Beszédet szerint békességgel. Meglátta szemem az üdvösségedet. Ezek olyan dolgok, amelyek eddig hitáltal voltak jelen az életemben, de látjuk azt, hogy itt a hit és a remény és a várakozás jutalmat nyert. És itt ugye Krisztusról van szó, az üdvösség tekintetében, a világosság tekintetében, a megdicsőülés tekintetében. 33. vers. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldott őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben. És jelül, amelynek ellene mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Így bátorítalak a várakozásod idején is, hogy Krisztus megjelent, eljött, és azt olvassuk, hogy sokak elesésére és felemelésére rendeltetett. És bátorítalak, hogy tudd ezt megvalni, hogy ő már pedig sokak felemelésére rendeltetett.
hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Tehát a várakozásodban van az Úrnál felemelés. Van az Úrnál az ő beszéde szerinti békesség. Van az Úrnál üdvösség. Van az Úrnál világosság. És jön az a pillanat, amikor meg tudjuk látni és vallani azt, hogy sokak felemelésére vagy elesésére rendeltetett. És itt még van egy zárójeles dolog a 35. versben, ezt ugye Máriának mondja, a te lelkedet is éles kard járja majd át. Hát ugye Máriának a kezdetektől fogva nem volt könnyű. Ugye? Megjelent neki az angyal, utána Józseffel való kapcsolatát, utána sok menekülés, utána az egyéb dolog, amikor ugye Jézus növekszik. És ugye itt kap egyfajta kijelentést, hogy a te lelkedet is éles kard járja majd át. Hát most szülőként, ugye amikor az elején említettem, hogy ugye amikor a szülő bemutatja a gyermekét és próbálja Isten szerint való módon nevelni, és olyan dolgokat, magokat elültetni a gyermekének a szívében, hogy az, amikor felnő és kinő, gyümölcsöző legyen, hogy áldott legyen, hogy teljes életet, minél teljesebb életet tudjon élni. És itt azt látjuk, hogy éles kard járja majd át. Tehát sok nehézség vagy vívódás lesz majd jelen Máriának az életében is. Ugye én még nem vagyok szülő, de a szülők szerintem együtt tudnak érezni azzal, hogy most ez az igevers mire utal, vagy gondol, vagy hogy én mit szeretnék mondani. Hogy amikor látod a gyermekedet, vagy a szerettedet, hogy harcol, kínlódik. Egyszerűen kínlódik, és kínlódok én is vele. Gyötrődik én is vele. Harcol, nincs mese, valamilyen formában harcolok én is vele. Ő lehet, hogy nem imádkozik, de én imádkozok ő érte. Ő lehet, hogy homlok egyenest megy a falnak, vagy nem hallgat meg, nem érti meg, de én már pedig akkor is odaállok, és segítségül hívom az Úrnak a nevét. Mert van egy várakozásom, és szeretnék hűnek bizonyulni. Folytassuk a gondolatot, vagy ezt a verset. 36. vers. Volt egy profitanő is, Anna. Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt, csak 7 évig élt férjével, hajdonkora után. És 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Hát nem lehetett könnyű élete, az biztos. Nem lehetett könnyű élete. Pál beszél a házasságról is, hogy a házastársaknak, friss házasként ezt az utóbbi időben kitanultam, hogyan kell eljárnia, miket kell megtennie, hogyan kell viszonyulnia az ő társához, ehhez a szövetséghez, a hármas kötelékhez. És ugye Pál arról is tanít, hogy aki valamilyen oknál fogva egyedülálló, neki mi a feladata. Például, amikor ugye én is várakozásban voltam párkapcsolat iránt, hát már tényleg, már nem is tudtam, mire gondoljak, hogy mi lesz, hogy lesz, stb. De jött az a kijelentés, betalált, hogy amíg ez az állapot van, nincs más teendő, az Úrnak tessék. Így írja Károli. Nincs mese, oké, akkor ebben az időszakban az az én elhívásom, feladatom, hogy az Úrnak kell tetszeni. Az Úr szerint kell élni. Na de vissza Annára, ő az életéből kifolyólag
egy példa, egy minta a mai napon is, hogy egy fordulatot vett az élete, és utána ragaszkodott az Úrhoz. Böjtöléssel, imádkozással szolgált, éjjel és nappal. Ennek a szolgálatnak is, és ennek a ragaszkodásnak is több mozgatórugója lehet, de én azt gondolom így röviden, hogy ebben a fajta életvitelben és módban akkor lehet egészségesen megmaradni, és akkor lehet ezt gyümölcsösen csinálni, hogyha az Úrral való kapcsolatom egyszerűen rendezve is rendben van. És van szó megújulásról, van szó a kapcsolatban életről, őszintességről. Más különben ez hosszú távon, évtizedeken keresztül, vagy éveken keresztül, vagy a fiatalok életében heteken, napokon, hónapokon keresztül igazából nem működik, vagy nem úgy működik. Értitek, hogy mit szeretnék mondani, ugye? De hogyha az a mozgatórugó, ami a böjtölésednek, ami az imádkozásodnak, ami a folyamatos szolgálatodnak rendben van, és egészséges, és gondozva van, akkor az gyümölcsöző lesz, és te is gyümölcsöző leszel. 38. vers. Abban az órában is megjelent. Tehát itt is, hogy azt tette, amit igazából tennie kellett. Ugye? Abban az órában is megjelent. Tehát az az is, hogy nem hagyta ki, hanem abban az órában is megjelent. Hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az úrtörvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Tehát Simeon és Anna életében a várakozás az megválaszolásra talált. És ez annyira fantasztikus. Megválaszolásra talált az ő várakozása. És még egy gondolatot szeretnék, hogy ugye azt olvastuk, hogy Simeon várta Izraelnek a vigasztalását. És ebben az időszakban, hogyha Izraelt megnéznénk, vagy az adott világot, vagy a körülményeket, hát rossz, szörnyű lelki állapotban volt. A világ is, de Izrael is egy nehéz időszakon ment keresztül. Igen. De ebben a történetben a szereplők mégis egy odaszánt életről tesznek tanúbizonyságot. És nem akármilyen odaszánt életről tesznek tanúbizonyságot, hanem a Szent Lélek által való odaszánt életről tettek tanúbizonyságot ezek a személyek. Hát hogyha a mai életet vagy a világot megnézzük, akkor ma sincsenek könnyű napok, nem? Nincsenek könnyű napok. De úgy gondolom, hogy annál inkább kell odaszánt életet élnünk. Annál inkább kell igaznak és kegyesnek bizonyulnunk ebben a világban. És annál inkább kell azt a várakozást őrizni és táplálni az életünkbe, ami van. Egyszerűen nincs más szerintem, vagy ez az én véleményem, hogy a szívünket ugye tudjuk nagyon meg kell őrizni, de legyen a világ bármilyen szörnyű lelki állapotban, vagy Izraelnek is legyen bármilyen nehéz sorsa, de nekünk egy ilyen életet kell élnünk, egy odaszánt életet kell élnünk. És amit meg kell tennünk, azt meg kell tenni.
Mert más különben a kép, nem tudom, hogy hogy fog állni, de itt a kép összeállt. Összeállt a kép. Simeon életében is, Anna életében is, és Mária és József is megtette azt, amit meg kellett tenni. És ugye mindenki elnyerte azt a választ, azt a békességet, amit el kellett nyernie. De ahhoz ezeket a dolgokat meg kellett cselekedni. A várakozás kapcsán, hogy milyen várakozásban lehetünk a mai napon, hát sok mindent vágyhatunk, vagy sok mindenre várakozhatunk, de egy biztos, hogy van az a dal, és eszembe jutott, hogy az Urat várjad, ugye? Ő a segítséged. Valahogy így van az a dal. Lelkünk az Urat várja, ő a segítségünk. Pajzsunk és páncél, valahogy így van az a dal. Na de hogy mire várjunk, és miféle várakozás legyen a szívünkbe, így egy pár vers a végére, hogyha a Titushoz lapozunk, Titus levele, második fejezete, 13. verse, Titus 2:13. Titus 2:13. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Ugye? Advent van. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Egy ilyen várakozásnak kell lennie a mi szívünkbe, a lelkünkbe, a hitünkbe. Várnunk kell őt. Ugye, hogyha a Bibliában a történeteket megnéznénk, ugye az elején egy párat említettem, a tanítványoknak is volt, hogy várakozniuk kellett. Ugye? Például a Szent Szellem megjelenésére. Vagy amikor Jézus ott volt a kereszten, utána bekerült a sírba, ott is várakozniuk kellett. Utána meg futottak, amikor hallották a hírt. De várva áldott reménységünket. Várva áldott reménységünket. Ugye várjuk a megtéréseket, várjuk a szabadulásokat, várjuk a gyógyulásokat, várjuk a válaszokat, várjuk a gyümölcsöket, várjuk a megbékéléseket. Sok mindent várunk, ugye? De mindenek fölött, vagy mindenek előtt várva áldott reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének a megjelenését. És ugye ebben a várakozásban hűnek kell, hogy bizonyuljunk. Hűnek kell, mert a hű szolga lesz boldog, és a hű szolga fogja elnyerni az ő jutalmát. Máté 24:45 utolsó versünk a mára. Máté evangélium a 24. fejezete, 45-ös verse. Máté 24:45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi. Simeonban a várakozás az volt, hogy lássa, meglássa Izrael vigasztalását. Meglássa a Krisztust. És
eljött az a pillanat az életében. Nekünk is hű szolgaként munkában kell lennünk. Mert gondviselővé tett, azt olvassuk, gondviselővé tett. És utána ennek a munkának lesz jutalma. Nem tudom, hogy milyen személyiségű ember vagy, szeretsz várakozni? Nem tudom, mennyire szeretsz várakozni, mennyire vagy különböző helyzetekben úgymond türelmes, vagy átgondolt, vagy megfontolt, vagy elszámolunk-e néha, nem is tízig, egyik. De látjuk azt, hogy hűnek kell bizonyulnunk, láttuk azt, hogy Isten mit kíván és mit vár tőlünk, és látjuk azt, hogy a várakozáshoz én hiszem, hogy az valamilyen formában, isteni módon és a rendelt időben az célba ér, meg lesz, célba ér. Célba ér. Teljenek az idők, teljenek az órák, az Úr tudja ezeket. De nekem várakozásban és munkában kell lenne. A többi az alakul. Meg kell tenni, amit meg kell tenni, látjuk a történetben. A Szent Szellemre figyelmezni kell. De azt a várakozást, azt bátorítalak, hogy őrizd a szívedbe. Ne mondj le róla. Félelemből, fáradtságból, hitetlenségből, reményvesztességből, ne mondj le arról a várakozásodról. Anna, abban az órában is azt olvassuk. Megjelent, ott volt. Simeon a Szent Szellem indítatására ott volt. Nem mondj le. Újulj meg a várakozásodban. Erősödj meg abban a várakozásodban. És ezért fogunk most imádkozni, és így bátorítalak benneteket, hogy ha mai napon is, ha az adventi gyertya meggyújtásra kerül, nálunk ott a meggyújtásra fog kerülni, akkor gyújtsd ezzel a hittel, ahogy Simeon szólt Krisztus felől, hogy az üdvözítő, a világosság, aki felemel sorsokat.